Játékmesék! Sziasztok gyerekek! Most romboljunk, hogy építhessünk! Nézzük csak, mit fogunk most csinálni! Wow! Itt egy hatalmas bulldozer, de milyen furi! Látjátok? Törőkerekei vannak, itt valami nagyon keménynek kell neki menjünk. Ahogy ismerjük, legelőször gyorsan feltöltjük. Haladjunk vele. Vár a munka. Ready. Nem is volt kérdés. Kövekhez kell. Ezért van nekünk ez az óriási törőfej. De látjátok, a sziklákkal még ez sem bír. Gyerünk. A kisebb köveket és kavicsokat nagyon könnyen és gyorsan feltörte, mehet is vissza a kölcsönzőbe. Lemossuk, leöblítjük, és már mehet is dolgára. De vajon mit csinálunk ezzel a hatalmas sziklával? Ehhez is kell valami. Haha, persze! Nézzétek, itt egy hernyó talpas kalapács. Na majd ezzel jó alaposan feltörjük. Megtöltjük őt is. A talaj előkészítés mindig nagyon fontos. Ha megvan a megfelelő eszközünk, sokkal könnyebb. Na most, ezt jó alaposan fel fogjuk törni. Lássuk csak, gyerünk! Wow, ez aztán! Nézzétek, még ki is alakít nekünk valamit. Igazán ügyes ez a kezelő. Igazi, alapot készít nekünk. Hát, nincs is jobb az ott lévő kőalapnál. Hát itt munka közben problémák merültek fel. Elrozdásodott. Biztosan a hegyi levegő tette. Egy kis esővel. Nem baj, újra festjük. Úgy, mintha új lenne. Vihetjük is vissza. Most már van egy szép alapunk. Vajon mit fogunk ide építeni? Kell még egy bulldozer. Az alap csak félig van kész. Ez a kedvenc járművem. Hatalmas és nagyon erős. Ki fogja nekünk alakítani a tökéletesen sima és egyenletes munkaterületet? Kis bulldozer, így áll te is. Te is kapsz egy kis varázsbenzint. Mehet is. Na most jó laposan eltoljuk. Gyerünk, kis bulldozer, jön, megy és tolja nekünk. Alakul, innen már. Csak előre. Építünk, és szépet alkotunk. Kis bulldozerünket leöblítjük, és mehet is vissza a telepre. You're doing really great. Bizony, ahhoz, hogy kivigyük az építőanyagokat, kell nekünk egy jó nagy teherautó. Rakjuk is össze, mindjárt meg is vagyunk. És indulás! Menjünk az anyagokért! A tüzép nem vár! Fel is töltjük! Hú, csak úgy issza ő is! Hát remélem, hogy sok mindent fog vinni.
mert nagy építkezés vár ránk. Mi lehet ez? Téglák! Ho-ho! Szépen föl! Wow! Nézzétek, olyan, mint egy kemence. Milyen kemence ez? Vajon pizza kemence? Jó nagy kéménye is van. Ügyes voltál, kis teherautó? Hozhattál volna többet is. Na nem baj, lemosunk, mehetsz. Majd a következő jármű meghozza. Ez a mosó valami hihetetlenül gyors. Bárcsak ilyen lenne a valóságban is. Nagyon nem szeretek autót mosni. Imádom! Egyszerűen imádom a villás targoncát. Nagyon jó. Ez a kedvenc járművem. Biztos, hogy valami nagyot és nehezet fog hozni. Gyerünk! Segíts nekünk leemelni, bármi is legyen az. A targonca nagyon megérdemli az üzemanyagot. Olyan vicces, amikor majd 8-10 méterre is fel tud nyúlni. Nem tudom pontosan, de hihetetlen magasra. Ajándékot hozott az új épületünknek. Mi lehet ez vajon? Nyissuk ki. Hát... ez meg mi volt? Na mindjárt jobban megnézzük. Egy picit megrozsdásodott itt nekünk. Kijavítjuk. Ho-ho, le is festjük. Senki nem fogja látni. Nagyon ügyesen kijavítottuk. Így mehet vissza a telepre. Nem fogják. Észre se veszik. Megint csak hozunk valamit. Egy hatalmas teherautót összerakunk. Felrakjuk neki a kalodát is. És indulás! Megtöltjük, de én már alig várom, hogy kiérjünk az építkezésre. Nem tudom, hogy mi az, amit ott éppen összerakunk, de valami csodálatos. Van itt nekünk ez a nagy fekete gép. Van egy hatalmas nagy kéményünk. Most mit hoztunk? Aha, vászszerkezetet. Asztalt. Üllőt. Nagy kalapácsot. Polcokat és rengeteg kézi szerszámot? Én már kezdem sejteni. Még megvárjuk a következőt, de ez már nagyon gyanús. Leömlítjük. Gyönyörű, vihetjük is vissza. Alukáljál szépen, kis teherautó. Megint csak egy másik teherautó. Amúgy nem értem soha, hogy miért nem tudjuk kétszer ugyanazt a teherautót használni. Mindig másikat kell vinni. Lehet, hogy azért, mert más a terhelhetősége, vagy a mérete, és nem mindig ugyanakkorára van szükségünk. Megeshet. Gyerünk, hozd az árut, lássuk, hogy mit építünk. Hú, ez én és téglafalak és kőfalak. Tégla és kő. Valami nagyon erősnek kell lenni, és nagyon ellenállónak. Látjátok most már? Sokkal jobban néz ki. Szerintem ez egy kovácsműhely lesz. És az a hatalmas fekete valami, az óriás kalapács. Bizony. Hú, ilyet még soha nem építettünk. Ez nagyon izgalmas. Ott van a kemence, ahol felmelegítik a vasat. Hú, itt egy hatalmas nagy darunk is van. Ezzel vajon mit fogunk a helyére tenni?
Aha, hidraulikáján akkor megvan minden. Itt a game! Még egy kerék és a kabin. Lássuk! Megtöltjük, és már megyünk is! Gyere szépen! Ez borzasztó izgalmas. Általában a tetőt szoktuk helyére tenni ezekkel az óriási nagy darukkal. Kíváncsi vagyok, most mit fogunk. Nézd, itt egy teherautó. De nincs rajta semmilyen tető. Mit rakod ez a daru? Gyerünk, helyezzük be, bármi is legyen az. Wow, ez egy óriási elszívó szerkezet. Bizony, a kovács műhelybe nagy-nagy légcserélő és elszívó szerkezet kell, ami elviszi a hőt, levegőt ad, és természetesen, ha gond akad, és véletlenül kigyullad valami, ez gyorsan el tudja vezetni a füstöt is. Nézzétek, ott vannak a kémények. Hú, már egészen jól állunk. Nekem nagyon tetszik. Igazi műhelynek néz ki. Megrosdásodott. Na jó, gyorsan kijavítjuk. Természetesen ezt is csak szakember végezheti. Nem nyúlunk csak úgy az autókhoz sarokcsiszolóval. Lefestettük. Szerencsére éppen ráért a szakemberünk megint. Nagyon jó! Vihetjük is vissza. Bérelt jármű. Nem szabad, hogy csúnyán adjuk vissza. Ügyes! Nagyon jó! Wow! Ez egy igazi tűzoltó! Ó, de imádom a tűzoltókat! Vajon mit fog nekünk hozni? Hát igen, egy tűzveszélyes hely ez. Lehet, hogy kell legyen saját tűzoltóautónk. Vagy jön, és megvizsgálja azt, hogy milyen előkészületeink vannak? Mindjárt meglátjuk! Na, mit hozol? Tűzjelző készülékeket! Közvetlenül beleszünk kötve a tűzoltóságra! Aha, egy kis tűzoltó homokot! Vizet! És az elengedhetetlen tűzoltó készüléket? Ez az! Köszönjük szépen, tűzoltó autó! Le is mosunk ilyet a cserébe. Hogy ne a derék tűzoltóknak kelljen vele bajlódni? Most pedig összerakjuk ezt az önrakodó teherautót. Tudjátok, hogy miért jó ez? Nem kell hozzá külön daru. Saját magát képes megrakodni. Vajon mit fog hozni? Általában nagyon nehéz dolgokat, téglát, és hasonlóakat, burkolóanyagokat szoktunk vele. Most lássuk, hogy mi van nálunk. Nézd! Hát ez egy különlegesen rakodó teherautó, mert nagyon hosszú a gémje, és még a tetőt is fel tudja tenni nekünk. Ez aztán szép volt. Itt már nem lesz beázás. Tető a helyére, nagyon jó kis ellenálló lemeztető. És jöjjenek az ajtókablakok, meg a csatorna! Ablak. Ajtó. És kész is van! Thank you.
Igazán barátságos kis hely. Mi lesz ez itt most? Lánctalpas? Ott a kabinja. Ez ismerős jármű lehet. Már korábban is használtuk. Ez kérlek szépen benneteket. Egy útépítőgép. Szerintem ahhoz, hogy oda tudjuk hozni a rengeteg vasat, illetve az ügyfelek oda tudjanak jönni, kell, hogy legyen jó útunk. Lássuk csak! Ott a sok forró aszfalt! Nagyon jó! Terítse csak! Nagyon ügyes! És már jön is utána az úthenger. Szépen elhengereli nekünk, hogy erős és tartós utunk legyen. Egy picurkát rozsdás lett. Sokáig használtuk, és lehet, hogy a hő sem tett jót neki. Nem baj. Lefestjük. Csodálatos lett, mintha új lenne. Visszük is vissza a telepre. A közút már várja. Most pedig egy kis pick-up, mert hát nem sok minden kell nekünk most. Gyorsan el is tud indulni. Ő egy személyautóból alakult, így aztán gyorsan tud menni. Töltjük, és az apróságokat elhozza nekünk. Az utolsó simítások mindig a legfontosabbak. Nézzétek! Időközben kinőtt a fű, s virágba borult az egész erdő. Kész a lépcső, és kész a kövezés is, a járda és a bejárat. Néhány virágot még oda. Igazi és gyönyörűséges gyöngyszem lett ez a kis kovács műhelyünk. Le is mossuk. Ez a kis pikát szerintem hozzánk tartozik. Alaposan és szépen megtisztítjuk. Mese szép műhelyünk lett. A kovács műhelyek gyöngyszeme. Na de vajon mit hozunk még ezzel a nagy hatalmas teherautóval? Lássuk meg gyorsan. Azt hittük, hogy már kész is van minden. Meg kell tölteni, máskülönben lerobban fél úton, azt meg nem szeretnénk. Kész a műhely. Akkor mi kell nekünk még? Lássuk. Aha, szín. Egy kis fűtőelem. Wow! Betüzeljük a kemencét. Nézzétek, szépen működik. Némi kis vasat oda. A fújtató meg. A kemence forró. Aha, a vasat már kalapáljuk is. Hú, igazán hűtés és edzés. Mindjárt kész is vagyunk. Igen, egy cégér. Készítettünk magunknak egy cégéret, és mese szép lett az egész műhely. Csodálatos, vidéki műhely. Nagyon jó, ide. Mindenki örömmel fog betérni. Ennyi volt hát ez a mese. Remélem tetszett nektek. Ha szeretnétek hasonlóakat látni, nézzétek meg a játékmesék további epizódjait is, és ne felejtsetek el feliratkozni. Pápá, és viszlát! Játékmesék!
Ha ha ha!